Hát finoman fogalmazva, és azt mondom, hogy keserves volt. Függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy hol van a magyar futball helye, én azt gondoltam, hogy egy vagy két csapatunk azért tovább lépked egy pár kört még, függetlenül attól, hogy a mezőny nagyon erős. Szomorú erről beszélni, mert a csapatok kilátástalan teljesítményt nyújtottak. Ettől függetlenül én abba bízom, hogy a szurkolók, akik csalódtak most az elmúlt napok során, kiheverik a játékosokkal együtt ezt a traumát, és nagy érdeklődéssel várják a magyar bajnokságot. Látok jó jeleket, hiszen az eddigi kiemelkedő teljesítményt nyújtó csapatok mellé, lásd az elmúlt években a Debrecen, a Videoton, a Győr mellé be fog robbanni a Ferencváros, hiszen sok új játékost igazoltak, a marketingük nagyon jó, hiszen foglalkoznak mint futballcsapattal, és bevonják a közvéleményt, a sajtót, a szurkolókat a mindennapjaikban. Ráadásul épül az új stadion, és ezzel már eleve egy olyan futball hangulatot generálnak a csapat és a klub körül, ami nagyon jó. És nyilván lesznek még meglepetés csapatok. Szakmailag azt várom, hogy egy kicsit forradalom lesz a magyar futballban, hiszen az elmúlt napok kudarcai után az edzők sokkal bátrabbak, őszintébbek lesznek a csapattal együtt, és egy domináns, támadó futballal fognak előre rukkolni. Nyilván egyik napról a másikra nem megy, de a szemléletváltozás az nélkülözhetetlen a futballon fejlődéséhez. A Puskás Akadémiának a célkitűzése az, hogy előbb-utóbb minél több saját nevelési akadémiából kiöregedő játékost foglalkoztassa. Tudás alapján, a tűz alapján, a lelkesedés alapján nem biztos, hogy kiesők lesznek, sőt. A Weber Gyuri vezette csapatnál biztos vagyok benne a mezőkövesnél, hogy nem esnek ki, hiszen Gyuri az egyik, hanem a legjobb fiatal edző. Tehát az ő hozzáállása a futballhoz az nagyot lendít a csapaton. Azt merem megjósolni, hogy a Debrecen, a Videoton, a Ferencváros és a Győr között fog. Tehát nem érzem a többieknél az úgymond mögöttük levőkben azt az erőt még, akár a Diózsiót veszem, a Újpestet vagy a Paksot, hogy be tudnának robbanni így tartósan az első három hely valamelyikéhez, vagy a Honvédot még bocsánat hozzá kell vennem, hiszen független attól, hogy ők így gyengén teljesítettek, van bennük azért fantázia és erő. Tehát gyakorlatilag ugyanazok lesznek, akik a dobogóért küzdenek majd, mint tavaly a Fradival kiegészülve. Nagyon bízom a válogatottban, hiszen a magyar futball hangulatot és a bajnokság hangulatát fokozhatná, hogyha a románok ellen idegenbeli mérkőzésen a válogatottunk jól szerepelne. A nagy teher van a fiúkon és a kapitányon, de hát ez már megszokott. Valamikor, amikor én is futballoztam, voltak ilyen kiki mérkőzések, és ha szerencsésen megvívtuk, akkor a saját bőrünkön éreztük, hogy ez mennyire megdobja a bajnokságot és egyáltalán a futball iránti érdeklődést. Tehát összességében csak annyit szeretnék mondani, hogy bízunk a magyar futballba. Itt van még a jó idő, öröm lesz kimenni a stadionokba, hiszen ezek a kora esti programokat mindig irigyeltük a nyugat-európaiaktól, hogy családok kimehetnek a meccsekre, jó idő van, jó 3-4 órás programot el lehet tölteni. Szerintem most egy kis keserűség van bennünk, de ha jönnek a jó meccsek a hétvégétől, akkor azt hiszem, hogy azt elfelejtjük és élhetjük a futball mindennapjait.